Az elmúlt napokban sajnos nem csak Miskolc városában, hanem itt Peretesen is történt bűncselekmény. Miskolcon ugye a búzatéren brutálisan megvertek egy buszsofőrt, illetve késsel kiraboltak egy üzletet is. Itt pedig ellopták a bevétel egy részét a mellettem látható boltból a múlt héten. Fényes nappal történt egyébként ez az esemény is. A polgárőrök segítségével igyekeztünk minden információt a rendőrség munkatársainak megadni a nyomozás sikeressége érdekében. Ismereteim szerint azóta az elkövető, vélelmezhető elkövetőt elfogták, és reméljük, hogy megkapja méltó büntetését. Köszönöm mind a polgárőröknek, mind pedig a rendőröknek a munkát. Ugyanakkor azonban azt is el kell mondanom, hogy azt gondolom, bizony nem volt jó dolog elfogadni Miskolc város képviselőinek a város közbiztonsági beszámolóját, hiszen jól látszik, hogy szinte hetente jön szembe a miskolci valóság, amely közbiztonsági beszámolót sajnos rajtam kívül az összes képviselőtársam elfogadta.